Miután több hozzászólót nem látok, miniszter úr, a viszonthallás lehetősége. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt ház, tisztelt képviselőtársaim. Köszönöm az értékes hozzászólásokat, engedjék meg, hogy néhány mondatban reagáljak rá. Egyrészt hadd kezdjem azokkal a baloldali képviselőkkel, akik már itt ültek a parlamentben akkor is, amikor az IMF hitelt fölvette az ország. Emlékezzünk rá, a gazdasági teljesítményük annyira sikeres volt, hogy a piacok már nem finanszírozták Magyarországot, ezért az IMF-hez kellett fordulni. Ennek a kormánynak volt a teljesítménye az is, hogy miközben gazdasági növekedést teremtettünk, és munkahelyeket hoztunk létre, azon közben vissza tudtuk fizetni azt az IMF hitelt is, amit önök 2008-ban fölvettek. Ez igaz Arató Gergely, Burány Sándor vagy Harangozó Tamásnak a felszólalására. Tisztelt képviselőtársaim, az önkormányzatok helyzetéről engedjék meg, hogy röviden néhány szót szóljak. 1369 milliárd forintnyi adósságot vett át ez a kormány az önkormányzati rendszertől. Jelenleg most a 2020 harmadik negyedév végén 1512 milliárd forint az önkormányzatok pénzeszközállománya, amelyből kincstári számlán 592 milliárd forint van. Csak állampapírokban 285 milliárd forintnyi önkormányzati vagyon van, és tudom, hogy különösen szoktak aggódni a fővárosi önkormányzat helyzetéért, hát itt pedig hadd mondjam el, hogy az adósság konszolidációban a fővárosi önkormányzattól 217 milliárd forintnyi adósságot vett át ez a kormány, és az önkormányzatnak, a fővárosi önkormányzatnak pedig 134 milliárd forint volt az állampapír állománya idén szeptemberben. Tehát azt gondolom, hogy azok a kifogások, amelyek az önkormányzatok állapotára vonatkoztak, azok nem állják meg a helyüket. Engedjék meg, hogy reagáljak röviden a munkaerőhelyzetre is, ugyanis azok a képviselők, akik a munkaerőpiacért aggódnak, azok elfelejtik, hogy a válságot megelőzően Magyarországon rendkívül kedvező mértékben csökkent a munkanélkülieknek a száma, sőt, hogyha valaki figyelmesen tanulmányozta a legutóbb kiadott KSH adatokat, akkor azt látja, hogy a novemberi KSH jelentés alapján 4.451.000 fő munkavállaló volt Magyarországon, ami több mint 700 ezerre, még mindig több, mint 2010-ben, amikor az ország kormányzását átvettük. Tehát Magyarország a munkaerőpiac tekintetében is teljesen más helyzetben volt, mint a szomszédországok, vagy éppen Ausztria, amit itt az előbb említettek. Jóval alacsonyabb volt a munkanélküliségi ráta, tehát nekünk a gazdasági programokban a munkaerőhelyzetre is, de máshova is célozni kell. Burány Sándor képviselőrnek a felszólalását is köszönöm. Itt sajnos képviselő nem figyelte jól az általam elmondottakat. Én pont arról beszéltem, hogy ha nincs a járványhelyzet, ha nincs a veszélyhelyzet, akkor a magyar gazdaság visszarendező képessége és újra a gazdasági növekedés elősegítő helyzete sokkal egészségesebb és erőteljesebb, hiszen már két negyed év között is több mint 11%-kal nőtt a gazdaság teljesítménye, és azt gondolom a munkanélküliségre vonatkozó adatokat önnek is figyelembe kellene vennie. A magyar munkanélküliség a járvány előtt 3,3% volt, most 4,3%. Természetesen minden egyes magyar munkavállaló és minden magyar állampolgár, aki dolgozni akar, az számíthat a kormány támogatására, de ez a munkanélküliség adat még mindig sokkal kedvezőbb, mint Európa országainak a döntő többségében. A magyar vállalkozások támogatását természetesen folytatni fogjuk, ahogy eddig is megtettük. Pont arról beszéltem, hogy az a GINOP támogatás, amit felhasználtunk az elmúlt években 3000 milliárd forint értékben, az csak és kizárólag a kis- és középvállalkozások támogatását szolgálta. És most ebben a helyzetben pedig gyors döntést tudtunk hozni, tudtuk segíteni azt, hogy a KKV szektorban is támogatások legyenek. Itt emlékeztetnék arról, hogy önök nem válság, hanem egy kedvező konjunktúra időszakában is mit csináltak. Adósságot vettek föl, az országot eladósították, és privatizáltak, emlékeztetnék itt a Budapest Airport vagy a MOL részvényeknek az értékesítésére. Ami pedig a Demeter Szilárddal kapcsolatos felvetéseiket illeti, nem tisztem most, hogy összekössem az ország finanszírozását Demeter Szilárd írásával. Azt azonban hadd mondjam el, hogy Demeter Szilárd visszavonta az írását, sőt a Facebook oldalát is törölte. Azt írta,
hogy amit írt, az sértheti az áldozatok emlékét, tehát elismerte a hibáját. Egyébként itt is megjegyzem, hogy a baloldal itt is kettős mércével mér, hiszen amikor az egyik baloldali képviselő polgármester azt mondta, hogy megérdemelten volt az év embere Adolf Hitler, akkor önök semmilyen konkrét lépést nem tettek, és most legutóbb Bíró László esetében is, mintha a kettős mérce működött volna. Köszönöm a figyelmet!